Fogyatékkal élő fiatalok és felnőttek társadalmi integrációját segíti uniós forrásokból az a kormányprogram, amelyet április 4-én fogadott el a kabinet. A Parlament Munkaügyi és Szociális Bizottságának titkára Csép Éva Andrea szerint ezzel azokon a családokon is segítenek, amelyekben a fogyatékkal élők ellátásáról gondoskodnak. A program az intézményekben nevelkedő fiatalok társadalmi beilleszkedését próbálja segíteni, illetve a fogyatékkal élő felnőtteket is bevonná a védett otthonok rendszerébe. A programra 61,5 millió lejt különítettek el. Jelenleg 3500 olyan fogyatékkal élő állami gondozott gyermek van, aki 2 éven belül nagykorúvá válik, és nagy kihívás a társadalmi integrációjuk megvalósítása. Ennek a programnak a keretében 80 otthont fognak megépíteni, tehát 80 nappali foglalkoztatóközpont, valamint 50 védett házat, védett háznak nevezhetjük átmeneti házat, amelyben ezek a fiatalok, ezek a fogyatékkal élő személyek élhetnek, és amelyeknek a szolgáltatásainak köszönhetően normálisabb életet tudnak élni, teljes életet tudnak élni. A rászorulók a nappali foglalkoztatási központokban személyes tanácsadásban részesülnek, munkaterápiás foglalkozáson vesznek részt, ezzel segítve a közösségi, társadalmi beilleszkedésüket.